Szeretettel köszöntjük egymást, Isten hozott bennünket. A 125. energiapolitikai hétfő estét kezdjük meg. Ez a pirosot azt akarja jelenteni, hogy úgy teszünk, mintha valami ünnepélyes alkalom lenne. De a ünnepély az csak azt jelenti, hogy nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy már a 125. alkalommal lehetünk együtt. Sokan itt vannak a teremben, akik ott voltak 2010. júniusában a 100. energiapolitikai hétfőn estén, akkor jelent meg ez a mi emblémánk, illetve ez az érme, az előadók kapták annak idején meg. Aztán most ebbe beleügyeskedtünk ezt, főleg a Pálos Laci, a 125-öst, meg a mai napot. Hát tényleg jó, hogy együtt vagyunk. Még először is, hogy megértük, azon kívül, hogy ilyen jó kis társaságban vagyunk itt együtt, sok ismerős arc van, és hát az estnek ugye külön kitüntetett résztvevője Bencsik János képviselő úr, aki most már a harmadik, három éve óta, ugye, tehát most, hogy itt harmadszor év elején, januárban, direkt ezért van a parlamenti szünet januárban, hogy ő el tudja jönni hozzánk ide. Már ugye ez direkt így van szervezve. És hát, mint látod, szép számmal összejöttünk, és ugye a dolog természeteből adódik, a cím is ezt jelenti, az előadó személy is azt jelenti, hogy most valamiféle ilyen értékelés lesz, amúgy is divat ilyen évelején ilyen évértékelést tartani, hát valami hasonló műsor következik. Azért ezt nem ússzuk meg, tehát ezt minden alkalommal levetítem, tehát ha hétfő, ha második hétfő, kivéve a nyári két hónapot, akkor Empol hétfő. Ezt mindenkinek el kell mondani, aki még nem tud róla. Ugye itt mi körülbelül 50-70-en szoktunk jelen lenni, de szerencsére a tévé fölvételnek a múlt esztendőben 1492-en nézték meg azt, hogy itt mi történt, és ez azt jelenti, hogy nagyjából az itteni létszámnak a háromszorosára közvetlenül kihat, vagy kihathat az, ami történik. Tehát ezért nagyon örülünk, hogy ugye hát nem sok tízezres nézőszám, ez nem egy slágerfesztivál, de azért sok helyre eljut, és sokan hivatkoznak rá, és nagyon örülünk ennek, és ez szintén fölhívom a figyelmet erre, és arra is, hogy az idén is, most is megjelent már a múlt évnek a valamennyi előadása egy ilyen tasakba, hogy hívják ezt, album. Ez csak album. Tehát egy arany album, amiben benn vannak a lemezek, amin ha valakit érdekel, akkor ugye ezt vissza tudja nézni, ezt a Pálos úrnál lehet kapni. És amit ajánlok mindenkinek figyelmébe, de ez egyébként a hírlevélen is rajta lesz, hogy egy hónappal ezelőtt ezen a helyen a tiszteletbeli tagunkkal, Bogár Lászlóval volt egy interjú a könyvének a megjelenése alkalmában. Ez megnézhető az interneten. Oda az asztalra ugyanezt, ilyen kis cédulákat oda tettem, tehát, mert úgy nehéz megegyezni elsőre ezt a linket, tehát ha valakit a dolog érdekel, akkor tudja nézni. Gerse Károly egy hónapja itt volt, és akkor mondta,
hogy most ne csináljunk fölvételt, ez már a nem tudom én, hanyadik előadása neki, de hát ugye azért ebben nehéz volt belenyugodni, annál is inkább, mert jókat szokott mondani. És akkor egyik előadása az viszonylag friss, január 8-án a bányászoknál beszélt, nem kértem engedélyt, hogy ezt itt hirdessem, de az interneten fönn van, tehát hozzá lehet férni. Viszont ez a link rajt van a hírlevélen, ami mindjárt következik, vele való hivatkozás. És javaslom ezt az előadást azoknak, akik érdeklődnek a téma iránt meghallgatni. És akkor ajánlom a 47. hírlevelünket, amin rajt vannak azok a linkek, ahol a különféle anyagok elérhetők. Itt a első negyedévi program, tehát február-márciusig megvan a program. Ha Isten engedés érünk, február 11-én el fogom árulni egészen júniusig a programot. Egy kis bizonytalanság van még, de aztán az is addigra rendeződik, úgyhogy úgy tűnik, hogy lesz összejövetel, és lesznek jó előadások, másokat is lehet hívogatni. A mai előadásunk, amint az a meghívón is szerepel, itt van a cím, szeretettel köszöntöm Bencsik János körünkbe, még egyszer Isten hozott János, és arra számítunk mindnyájan, hogy úgy, mint eddig is, egy nagyon tartalmas előadást fogsz tartani, és utána jót fogunk beszélgetni. De most ahhoz, hogy beszélgetésre is jusson idő, legjobb, ha mindjárt hozzáfogunk.